És üdvözlök újra mindenkit! Szeretnék bemutatni ismét két szép készüléket a 80-as évekből. So I would like you to show again two nice Pioneer turntable decks from the 80s. Az egyik a PL100-as típus, a másik pedig a PL200-as típus. So one of them is the PL100 and the PL200. Ebben a sorozatban még volt két másik készülék is, a PL300-as és a 400-as, ezek már kvarcvezérléssel rendelkeztek, a 400-as az pedig teljesen automata volt. Ugyanakkor én sokkal jobban szeretem azt, hogy az ember kézzel be tudja állítani a sztroboszkóp alapján a sebességet, úgyhogy én a 300-as és a 400-as modellt még nem próbáltam ki. So, there is another higher number of these two decks, the PL300 and 400 with quartz control, but I do not have these two higher equipment, so I would like to show you this two ones. Ami nagyon tetszik ebben a két készülékben, hogy az egyik az egy direct drive-os, a 200-as típus, a 100-as pedig szíjhajtású, hogy még ma is szinte a gyári értékeken hozza a nyávogás értéket. So I like very much in these two machines. The 200 is a direct drive turntable and the other is with a belt drive turntable. But you can see the speed and the wow and flutter value is still just like they are new. So I will show you in this video. Egyébként két nagyon jó alkalmazást le lehet tölteni androidos készülékre, ami a lemez játszó beállításához is használható. Az egyik egy Sensor Multitool nevű alkalmazás, amelyel nagyon jól be tudjuk állítani a lemezjátszó tányérjának a viszintes beállítását. Ugye itt látható az Orientation szenzor, hogyha sikerül bekapcsolnom. Tehát ezzel gyakorlatilag a tányért hajszál pontosan be tudjuk lőni, hogy pontos legyen. A másik ilyen alkalmazás, amit szoktam használni, az pedig egy RPM Speed and Wow, amivel a sebességet tudjuk és a nyávogást megmérni. So there is two very good tool for the Android. One is to level the turntable, the other is a speed and wow and flutter meter. Most először nézzük meg a PL200-asnak a sebességét. Kinyomtattam az eredeti gyári értékek szerint 0,025. So basically by the factory default the wow and flutter should be 0,025. Let's see. Tehát elindítjuk a lemezjátszót. Egyébként arcpirítóan pontos sebességet tart. Még egy picit megpróbáljuk. És a start nyomógomb megnyomásával elindíthatjuk a sebességmérést. So with the start button, we just started the measurement. Okay,
Let's stop it. És amint látható, egy 0,08-as értéket hoz. Egyébként ennél volt már jobb is. Vélhetően minél pontosabban be tudjuk szabályozni a lemeztányért, annál jobb tud lenni ez az érték. Kíséreljünk meg még egy mérést. Ez már nem sokban marad el az eredeti gyári értéktől. Csak a hec kedvéért még egy harmadik mérést is végzek, mert azt tapasztaltam, hogy ha nincs teljesen középen a mérőeszköz, akkor nagyobb nyávogást mutat. Tehát nézzük meg akkor most még egyszer. Most 0,05, tehát az már csak 25 ezreddel tér el a eredeti gyári értéktől, ami már egész jó. So with this third measurement, which is most precisely in the middle positioned, the difference compared to the factory level, which is 0.025, you can see there is 0.05, so it's just a very tiny deviation. Most nézzük meg akkor most a PL100-asnál milyen értéket látunk. So let's see on the PL100 how is the value, tehát a gyári érték itt 0,045. Ugye itt látható, Wavell Flutter 0.045. Let's see. So basically, you just have to level as accurate as you can. Tehát az látható, hogy minél jobban ki van visszintezve a tányér, annál akkurátusabb, pontosabb lesz a sebesség. Most nézzük akkor, milyen érték jött ki. 0,06. So 0.06, which is just a very tiny deviation from the factory value. Itt látható az érték. Here you can see the value. Úgyhogy nem hiába a Magyar Hifi magazin annó nagyon jóra értékelt ezt a két készüléket, és most nézzük meg, hogy a hang alapján mit tud a két készülék. So, let's get started. I don't want to speak too much. In the next session, I would like to show you the sound and how these two nice turntable works. És még két különbség van a két készülék között. A PL200-asnak van a cut nyomógomb, amivel leveszi a tűt a lemezről. PL200-asnál ez nem található, ugyanakkor mind a kettő félautomata, tehát a lemez végén leveszi a tűt.
So practically there is two main difference, except the movement, that the PL200 has a cut function and the PL100 hasn't. Most talán kezdjük először akkor a PL200-assal. Thank you.
Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, és további videókat fogok majd készíteni. If you enjoyed this video, please subscribe to my channel and nice other videos will be followed by this. Köszönöm a figyelmet!